a szélesítések és túlemelések kifuttatásának számítása szerkesztését követően a keresztszelvények munkarészben nézzük meg, hogy történik a keresztszelvények beillesztése, illetve a keresztszelvények szerkesztése. Ehhez hívjuk be az elkészített telefonalakat a keresztszelvények munkarészben. Érdemes a keresztszelvény telefonalakat úgy rendezni már, ahogy itt a képernyőn is látható, kis keresztdőlés esetén az első oldalra 4, a második oldalra akár 5 ilyen keresztszelvény telefonal is elférhet. A távolság a tengelytől jobbra és balra 100-100 autókedrajzi egység, minimum, vagy esetleg 110, hogyha valakinek nagy a keresztdőlése és a műszelvény szélső pontjai, tehát a körömpont és a talpont egyébként kilógna. Az első lépés a szerkesztéshez az legyen, hogy a elérhetővé tett keresztszelvény egyenesben rajzból emeljük át a formátumot ebbe a keresztszelvények munkarészbe. Hogy történik ez? Ctrl és a Shift együttes lenyomása mellett a C-gomb megütésével alap másol parancsot tudjuk elindítani. És először bázispontot kell adni, bázispontként jelöljük ki a tengelydarabnak a felső végpontját, majd jelöljük ki az összes elemet, és menjünk át a telefonnal rajzra. Itt a beillesztésnél illesszük be kontroll nyomása mellett a V gombot nyomva, mivel a középső keretjel alsó végpontjára illesszük, mivel ugye a tengely is itt helyezkedik el az egyes keresztszelvény formátumokon. Ha ez megtörtént, akkor tulajdonképpen a keresztszelvény egyenesben rajzot ki is kapcsolhatjuk. És nézzük, hogy mit érdemes és hogyan másolni. Mielőtt itt a formátummal kapcsolatos számok helyét, jelölések helyét átmásolnánk, kezdjük el felrakni az egyes keresztszelvényekbe a pályaszint magasságokat, amik a hosszelvényből jönnek. Tehát meg kell nyitni az elkészített hosszelvényt is, majd az ablak menüre menve, függőleges mozaikszerű elrendezés, és beállíthatjuk úgy a rajzunkat, hogy lássunk annyi keresztszelvényt, amennyit egyszerre, ahol a pályaszinteket egyszerre ábrázolni is tudjuk. A jobb oldalon a hosszelvényből vesszük át az adatokat. Tulajdonképpen az átvehendő adatok egyrészt a pályaszintek, másrészt pedig a töltés, illetve ha bevágásban menne egy szakasz, a bevágás mérőjegye lesz. Nézzük az első keresztszelvényt, az U eleje pontot. Itt a pályaszint magassága 200,37, tehát ezt szerkesszük ki, ezt a szintet, hova majd beillesztjük az átvett egyenesben lévő keresztszelvénynek a pályaszintjét. Párhuzamos rajzolás, és az érték, amit megadunk, ugye 37 centi, százas méretarányban 3,7 autókedrajzi egység. És a 200-as szinttől. Nézzük meg mindjárt a 0 plusz 20-ast. Itt 200,83.
tehát parancs ismétlés, ismét párhuzamos, csak most 8.3-mal. Illetve nézzük meg a harmadik szervényünket, a 0 plusz 40-est. Itt a pályaszint 201.29. Tehát 2,9. 2.9 autókedrajzi egységgel kell párhuzamost húzni a 201-es szinttel. Ha ez megvan, akkor az EL elér parancsal éressük el a tengelyt mindegyik létrehozott párhuzamos vonaldarabbal. Ez tehát kijelölte az első három szelvényben a pályaszint magasságot. Az első oldalon még van egy keresztszelvény, az íveleje keresztszelvény, a hosszszelvényben ugye itt látható 0 plusz 58.11, ahol a pályaszint magassága 201.71. Tehát 7,1 autókedrajzi egységgel kell 201-es szinttel párhuzamost húzni. Elér parancs. Meg vagyunk. Illetve még egy keresztszelvényt mutatnék be, ez pedig már az első tiszta körív ben az ívpontban, az első ívpontban, ahol már majd fogjuk látni a szélesítés és túlemelés értéke is maximális lesz, ez a 0 plusz 73 11-es szelvény, ahol a pályaszint magassága 202.05. 0.5-tel kell párhuzamost húzni a 202-es szinttel, ehhez nagyítsunk ebbe bele. Ilyen esetben, hogyha túl közel esik a párhuzamos a kerek szinthez, érdemes azt a megoldást választani, hogy ráklikkelünk a párhuzamos vonalra, elmegyünk a jobb végére és a hosszabbítás gombra kattintunk a beugró ablakban, és egyszerűen elmetszük vele az ortót bekapcsolva, hagyva elmetszük vele a tengelyt. Metsz parancsal levághatjuk. Jó, ezt követően egyenlőre a hosszelvényre nincs továbbiakban még szükség lesz, de egyelőre tegyük teljes méretű V a keresztszelvény rajzot. És kezdjük el beilleszteni a keresztszelvényeket. Ez a keresztszelvény kontúrrajz a műszelvény kontúrját mutatja a pályadőléssel, patkadőléssel, illetve itt középen a keresztszelvényenként megjelenítendő fontos adatokkal a terepszint, pályaszint, bevágás, töltés, mérőjegye, dőlések láthatók, illetve a töltés és bevágás területek láthatók még itt, és ha ívbe érünk, majd itt az íveleje pontban, akkor az ív iránya, sugara és a delta B értéknek a megadását a helyét is még így át tudjuk majd másolni. Az első úteleje pontba mit másoljunk át? Másoljuk át a másol parancsal, tehát a töltésbevágási területek helyét, a három ábrázolandó méretet, illetve a teljes műszelvényt. Jó, bázispontként megadva a tengelynek és a két pályafélnek a metszéspontját, vagyis a pályaszintet. Mivel előre elhelyeztük már
az egyes keresztszelvényekben a pályaszintnek a helyét, magassági értékét, ezért ezeket a keresztszelvényeket egymást követően beilleszthetjük. Itt az év elejénél még az év iránya, sugara és a delta B értéknek az átmásolásához, ha belenagyítunk, akkor nagyjából a szelvényértéknek az alját megfogva, így a szomszédos fogóval felvisszük a saját íveleje pontunkban. Tulajdonképpen még egy keresztszelvény rajzára lesz majd szükség a 0+7311 a bemutatóhoz. Ide is másoljuk át ezt a szelvényt. Addig az autót kapcsoljuk ki. Jó, mozgassuk le az ívadatokat. Az ortómenyomása mellett, ugye ez fontos, hogyha meg akarjuk őrizni a tengelytől mért távolságot. Jó, a egyes ívrészletpontokban még egyszer a sugár és az ívirányát nem kell feltüntetni, viszont a szélesítés aktuális értékét adott szelvényben azt igen. Jó, és akkor ezt lehet majd a többi ívpontba is átmásolni. Ha ez megtörtént, akkor kezdjük el a keresztszelvények véglegesítését, ahol tudjuk, vagy amilyen mértékben tudjuk. Mivel nem írtuk itt be a pályaszint értékeket, ezért ismételten hozzuk be a hosszelvény rajzunkat, méghozzá ablakosan. És írjuk be az egyes pályaszint értékeket, illetve terepszint értékeket. Mivel a terepszint, pályaszint és bevágástöltés mérőjegye összefüggő három szám ennek a helyzete keresztszelvényenként ugyanaz, ezért a korábban beírt terepszintünket felülírhatjuk, nézve a hosszelvényt, hiszen itt mind a három szám szerepel, tehát akkor a terepszintünk az a 200-as volt, a pályaszintünk az 200,37-es, bevágástöltés mérőjegye, a pályaszint és a terepszint különbsége, ha ez pozitív, akkor töltésről van szó, tehát az plusz nulla, belekattintunk az ablakba, átírjuk a két nullát 37-re, megvan, tulajdonképpen itt mást ábrázolni nem kell. Az első keresztszelvényen véglegesíteni a töltési oldalt lehet, méghozzá a metsz parancssal, a humusz szint vonallal lehet lemetszeni a felesleges töltési rézsű darabot. A töltésbevágás mérőjegyének, vagy töltésbevágás területének meghatározását
majd a következő videóban fogom ismertetni. Nézzük a második 0 plusz 20-as szelvénynek a jellemző számait. A terepszint itt 200,50. A pályaszint az 200,83. Bevágástöltés mérőjegye az 0,33. Jó, itt sincsen egyéb adat, tehát lemezhetjük homoszinttel a töltési rézsű felesleges részét, a pálya szint megszerkesztéséhez használt vonalat kitörölhetjük. Jön a 0 plusz 40-es szelvény. Itt a terepszintünk 200,97-es. A pályaszintünk 201,29. Bevágástöltés mérőjegye pedig 0,32. Szintén nincs más feltüntetendő adat egyenlőre, tehát metsz parancsal lemezhetjük a felesleges töltési rézsű részt. Jön az ív eleje, pont. Ahol a terepszint 201,37-es, a pályaszint az 201,71. És a bevágástöltés mérőjegye pedig 0,34-es. Itt a töltési rézsűt még nem mezhetjük le, mert majd ezt a keresztszelvényt át kell szerkesztenünk, megnézve majd a szélesítés túlemelés kifuttatás táblázatot, megnézzük, hogy mennyi lesz a szélesítés és mennyi a túlemelés ebben az íveleje pontban, de hogy ne feledkezzünk meg, írjuk felül az ív irányát, ugye ez egy jobb ív lesz, az ív diagramon is látható. A sugárérték a 100, delta B aktuális értékét, ez pedig majd megnézzük a táblázatba az értéket. Illetve majd a túlemelés értékét is megnézzük. Mielőtt nekiállnánk szerkeszteni az éveleje keresztszelvényét, a még bemutatandó keresztszelvénynél is írjuk be az adatokat, amit majd szintén át kell szerkesztenünk. Ez lesz a 7311-es szelvény. A terepszint itt 201,85. A pályaszint 202,05.
Bevágás töltés mérőjegye 0-20. Jó. Tulajdonképpen a hosszelvényre a továbbiakban nincsen szükség bemutatóhoz. Tehát ezt a rajzot ki is kapcsolhatjuk. Jó, és nézzük meg, hogy az íveleje pont átszerkesztéséhez mennyi lesz ebben az íveleje pontban a delta B értékünk, és mennyi a túlemelés érték. A táblázatban, ha megnézzük, az 58-11-es íveleje pontban a szélesítésünk 0,35, ezt mindjárt írjuk is be, 0,35, a túlemelés értékünk pedig plusz 1% lesz. Hogy ne feledkezzünk el róla. A plusz jelre azért nincs itt szükség a keresztszelvényekben, mert ahogy látható, a pályafelek dőlését a egyértelműen az esés irányába mutató nyíl egyértelműsíti. Jó, ebből a táblázatból ugye szükség van még a ívpont, tiszta körívpont, ami 0 plusz 73, itt a szélesítés mértékére. Mivel a kifuttatási szakaszon kívül esik már, az ív felé maximális szélesítés van, tehát az 0,70, ahogy látható a táblázatból, és a túlemelés is maximális, az pedig 5%. Lesz. Jó. És akkor nézzük a keresztszelvények szerkesztését. Először az íveleje pontban. Az íveleje pontban, tehát a jobb oldalon, mivel jobb ívről van szó, az ív közepe felé alakítjuk ki a szélesítést, tehát a jobb oldali pályafél szélességét növeljük meg 35 centivel. A bal oldal viszont a 3%-os kifeledőlés helyett 1%-os befeledőléssel alakítandó ki. A szerkesztéshez először mozgassuk el azokat az elemeket, amiknek a helyzete megfelelő, csak a helye nem. Így a jobb oldalon a patka és a töltési rézsű a patka dőléssel együtt. A dőlés a belső oldalnak maradt 3%, tehát ami átszerkesztendő, az a szélesség, méghozzá 35 centivel, az 3,5 autókedrajzi egység. A burkolat szélesség az 30 egység, delta x-et ha nézzük, tehát párhuzamost hozunk, 33.5 autókedrajzi egységgel a tengellyel. A tengelytől ugyanis akkor így lesz 3 méter 35 centire. A szerkesztésekhez célszerű ezt a tengelyvonalat folyamatossá tenni, hogy a metsződések
azok megfoghatók legyenek. Tulajdonképpen nincs másról szó, mint az elér parancssal eléretni ezt a szerkesztő vonalat, hiszen a dőlés az marad változatlanul 3%, ugyanígy a pályaszerkezet aljával, és át is mozgatható a pályaszerkezet szélét jelölő vonal. Ha ez megvan, akkor amit elmozgattunk, visszamozgatható, a segédvonal kitörölhető, és lemetszhető a töltési rézsű vonalának felesleges része, illetve a földműszinttel, kiegyenlítő földműszinttel elérhető a töltési rézsű vonalának új helyzete. A jobb oldal szerkesztésével így végeztünk. Nézzük a bal oldalt. A bal oldal esetében a pályaszerkezetnek a felső síkját, illetve az alsó síkját egyaránt, a kiegyető földműszintet is át kell szerkeszteni. Tehát ezeket a vonalakat töröljük ki. És mozgassuk el azokat az elemeket, amiket majd később is visszamozgatunk. És ez a 3%-os dőlés a dőlés iránya miatt is törlendő, ugye plusz 1%-os lesz majd a dőlés. Kezdjük el akkor a külső pályafélnek a megrajzolását a műszelvény fólián. Vonalrajzolás, pályaszintől kifelé, az ortót kikapcsolhatjuk, és relatív koordináta megadással a mínusz 100, ugye mivel az X-tengelyen visszafelé haladunk, mínusz 100 vessző, a magasságkülönbség az plusz 1. Jó, ezzel a plusz 1%-os vonalat berajzoltuk, és már csak le kell vágni megfelelő helyen. Ehhez ugye meghagytuk a burkolat szél jelölő vonalat, az elér parancssal elérhetjük, és ezzel lemetszhetjük. Az a kérdés most a külső oldalon, a patkadől is maradhat-e 5%, hogyha befele dől 1%-kal. A külső oldali patkát ívben is, majd hogyha nem csak 3, hanem akár 6% is, célszerű kifele dönteni. A szabály az, hogy a pálya befele dőlése és a külső oldali patka kifele dőlése közötti töréskülönbség a 7%-ot ne haladja meg. Itt ebben az esetben, ugye, mivel a külső pályafél még csak 1%-kal emelkedik, 1 meg 5% az csak 6%, tehát maradhat a 6%-os dőlés. Tehát akkor maradhat minden így, ahogy van, mozgat parancssal. Visszahelyezhetjük. Megszerkesztendő még a kiegyenlítő földműszintnek a helyzete, illetve a pályaszerkezet alját jelölő vonal. Ehhez másoljuk le a megszerkesztett felső pályafélsíkot, jelölő vonalat, kijelöltük. Bázispontnak nincs jelentősége most, csak ha letettük, akkor mozdítsuk el a szálkeresztet lefelé. Kukacjel. X irányban nem szeretnénk elmozdítani a kiválasztott elemet, viszont lefelé igen, méghozzá mínusz
annyival, amennyi a pályaszint és a kiegyenlítő földműszint között van, ugye a hosszelvény pályaszintjének befektetésénél is erre odafigyeltünk, hogy az előzetes pályavonalat hogy emeltük fel pályaszinte, úgy, hogy 3,8 autókedrajzi egységgel emeltük fel, tehát itt is mínusz 3,8-ra másoljuk le, illetve ismételten mozgassuk meg lefelé a szárkeresztet, újra a kukacjel nulla vesző, mínusz 5, ez a mínusz 5, ugye 50 centi vastag a pályaszerkezet. Ha ez megvan, akkor lemetszhető a pályaszerkezetnek a széle, illetve a kiegyenlítő földműszint fóliára áttendő a műszelvény fóliáról a kiegyenlítő földműszintet jelölő vonal és az elér parancsal elérhető a árokrézsű. A szerkesztéshez még a külső pályafélnek a dőlését be kell mutatni. Ehhez a átszerkesztett külső pályafél vonalát másoljuk le 1,5 autókedrajzi egységgel, ilyen távolságra helyezkednek el a nyilak. Jó, és mivel befele dől, van egy befele dőlő nyilunk, másoljuk át. Ugye a szomszédos fogó ilyenkor hasznosan jön, és nincs másról szó, mint a 3%-os dőlést bemutató nyilat beforgatni a 1%-nak megfelelő vonalra. Forgat. Bázispontként megadjuk a nyíl végét, referencia szöget adunk, R betű, adjuk meg a referencia szögünket, az a korábbi, és az új szöget. Jó, azonnal írjuk is felül, hogy ez 3% helyett már 1%-kal dől. Jó, ezzel tulajdonképpen az íveleje pontban a szerkesztést megtettük, ívadatok felírva. Jó, ő így néz ki az íveleje pontban. Miért nem vágjuk le a bevágási rézsűt a terepvonalnál? Azért nem vághatjuk még le, mert a következő tervezési lépés az a vízelvezetés tervezése lesz, amelyhez a keresztszelvény és a hosszelvény munkarészeket kell munka alá venni, átvinni a hosszelvénybe először a meglévő szerkesztés első lépéséből adódó árokfenék szinteket, azokat a hosszelvénybe ki kell egyenlíteni, és a kiegyenlítést követően a keresztszelvényekbe az új árokfenék szinteket, új árokfenék szintekre kell átrajzolni az árokfenék vonalakat. Jó, nézzük akkor a teljes túlemelésben lévő ívpontot, ugye ez a 0+7311 volt. Minden információ szerkesztéshez rendelkezésre áll. Tulajdonképpen itt a teljes keresztszelvény átszerkesztendő, mi az, ami első nekifutásra nem fog változni. Azt mozgassuk el. A túlemelés az 5%. Jobb ívről van szó, tehát jobb oldalra szélesítünk, és az ív közepe felé fog lejteni. Tehát a belső patka fél, az marad ugyanúgy 5%. Hogyha 6%-os lenne a túlemelés, akkor nyilván ez a belső patka is 6% lenne.
Jó, a szerkesztést kezdjük akkor a belső oldallal, és ehhez töröljük ki a nem szükséges vonalakat. És kezdjük el szerkeszteni a belső pálya felett. Vonalrajzolás a műszelvényen, pályaszinttől kiindulóan. Kukacjel 100 egységen, ugye 5%-os lesz a túlemelés, tehát mínusz 5 AutoCAD rajzi egység. Mennyi lesz a burkolatfélnek a szélessége? Meg kell növelnünk, ugye 70 cm-rel, tehát a 30 helyett 37 AutoCAD rajzi egységre lesz a belső burkolatszél. Jó, és akkor áttesszük a szerkesztővonalat folyamatosra, átemelhetjük a pályaszerkezet szél vonalat erre az új helyre, lemetszhetjük a pályaszél vonallal a felesleges részét a vonalnak, és tulajdonképpen az oldalra kimozgatott elemek visszamozgathatók, és akár a metsz parancsal le is metszhető a töltési rézsű felesleges része. Ez a rész itt megvan. Mielőtt tovább mennénk, szerkesszük meg a külső oldalt is. Tulajdonképpen itt arról van csak szó, mivel egyöntetően 5%-kal befele lejt, csak meg kell ugye hosszabbítani, illetve el kell éretni a külső pályaszél vonalat. Hogyha az ortót bekapcsoljuk, akkor felmozgathatjuk ezt a pályaszél vonalat, anélkül, hogy a tengelytől mért távolsága változna. Azokat az elemeket, amikre nincs szükség, azokat mozgassuk el. Nyilván ezek a vonalak is változni fognak. És az elér parancssal éressük el a külső pályaszél függőleges vonalát, majd mozgassuk is a helyére a külső pályaszél vonalat. A dőlésünk az a 3% helyett 5% lesz. Ezt az 5%-os dőlést, ha egyöntetű a teljes burkolatfelület dőlése, akkor elegendő a külső oldalon ábrázolni. Tehát ezt az 5%-os lejtést kell majd ide átmásolnunk erre az oldalra, amihez jelöljük ki a helyét párhuzamos 1.5-tel. És mozgat parancs. Jó, tehát a teljes burkolat 5%-kal befele lejt. Tulajdonképpen a pályaszint szerkesztéséhez használt vonal most már kitörölhető. Viszont megfontolandó, hogy maradhat-e az 5%-os kifeledőlése a patkának.
Ha ez így maradna, akkor a 5%-os befeledőlés és a 5%-os patka kifeledőlés között már 10% törés különbség lenne, ami nem megengedett, hanem csak 7 engedett meg. A 7-es százalékból, ha kivonjuk az 5-öt, akkor maradt 2, tehát kell egy 2%-kal kifele lejtő vonalat ide rajzolnunk. Vonalrajzolás. Mínusz 100, tehát a visszafele mérjük az x tengelyének, ugye mínusz előjellel adjuk meg az x irányú elmozdulást, és kifele, tehát lefele dőlünk, tehát mínusz 2. Tehát ez egy 2%-kal lejtő vonal. Hogyan jelöljük ki a koronaszélpontot? Húzzunk párhuzamost a burkolatszélvonallal, méghozzá 10 autókedrajzi egységre, mivel a patka szélességünk az 1 méter. És metszük le ezzel a vonallal az előbbi 2%-os dőlésű vonalat, majd mozgassuk át a félremozgatott elemeket az új helyre. Tulajdonképpen itt a nyílnak a helyzete nem megfelelő. Hozzunk párhuzamost az új patkavonallal, 1.5 autókedrajzi egységgel, és forgassuk erre rá a korábbi 5%-os vonalat. Jó, a forgatparancs. Bázispont, referencia, referencia, szög és az új szög. És az 5% helyett 2%. Jó. Most már a keresztelvény szerkesztéséből már csak a berajzolt burkolat felületét a patkák felhasználásával, tehát a burkolat a kiegyenlítő földműszint vonalának és a pályaszerkezet aljának berajzolásához másoljuk le a megszerkesztett pályafelület vonalat. Tehát máshol elmozdítjuk lefele a szárkeresztet, relatív koordináta megadással 0, vessző, mínusz 3.8 volt a kiegyenlítő földműszint távolsága, illetve megint elmozgatva függőlegesen lefele a szárkeresztet, Ctrl, Alt Ctrl és a V-vel a kukacjel, 0, vessző, mínusz 5, mert 50 cm vastagságú a pályaszerkezet. Tegyük át a kiegyenlítő földműszint szerkesztő vonalát a földműszint fóliára, éressük el a töltési, illetve az árok rézsűt. És akkor még egy megfontolás kell, itt a következő lépés a vízelvezetés szempontjából, mégpedig az a megfontolás, hogyha az ívben lévő keresztszelvényeknél a jelenlegi helyzet szerint a koronaszéltől értelmezzük az árokfenék mélységét, akkor, hogyha ezeket a pontokat felrakjuk majd a hosszelvénybe, egy viszonylag nagy eltérés adódik, méghozzá felfele, tehát egy pup lesz tulajdonképpen, pup lenne az árokfenék hosszelvényben. Ennek elkerülésére az árokfenék szintet, amelynek érték, az árokfenék mélysége, amelynek értéke távolságméréssel
meggyőződhetünk róla, jelenleg 6 autókedre az ijegység, tehát 60 cm mély a koronaszéltől, 60 cm mély az árok. Jelöljük ki a pályaszintet, és húzzunk párhuzamost a berajzolt pályaszinttel, 6 autókedrajzi egységgel, tehát tulajdonképpen a pályaszinttől fogjuk majd ezt a 60 centis árokmélységet felmérni. Éressük el az elér parancsal az új árokfenék szintet az árok rézsűvel, és mozgassuk át az árok fenékvonalát, illetve a bevágási rézsüt az új szintre. Jó, a közzétett PDF mintarajzon ez a fontos lépés, hogy ívben, ha az árok szintünket a pályaszinttől mérjük, ez ábrázolva is van. Természetesen ezt a 60 centis mélyítést ezt nem kell ábrázolni, úgy, ahogy a mintarajzon van, csak hogy ne feledkezzünk el ebben a rajzi stádiumban erről, ezért van a mintarajzon, tehát meghagyni ott nem kell. Jó, tulajdonképpen a fontosabb szerkesztéseket így bemutattam. Nézzünk még rá a kész, mármint ilyen szinten kész rajzra. És nézzük meg, hogy a másik irányú ívnél, az átmeneti íves körívnél, amelyik ugye bal irányú, milyen módosulások lehetnek a korábban már bemutatottakhoz képest. Kiindulunk az átmeneti velejétől, a túlemelés kifuttatás táblázatból ugye következik a külső pályafél dőlése, illetve következik belőle a szélesítés nagyságának mérése. Fontos az, hogy a belső oldalon, a belső oldali patka ugye mindaddig 5% marad, amíg a burkolat dőlése ezt az 5%-ot nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor ugyanannyi, mint a burkolat dőlése. Az árok mélység, ha így a ív belső oldalára esik, a szélesített oldalra esik, akkor ha megmérjük, marad a 60 centis árok mélység. Tehát igen, itt ez változatlanul megmarad az egyenesben lévőnél. Nézzük tovább a keresztszelvényeket. A következő átmenetív részletpontban már plusz 1,6%-kal befelelejt a külső pályafél, de mivel a töréskülönbség a 7%-ot nem éri még el, ezért marad a külső oldali patka 5%. A következő keresztszelvényben viszont, amikor már 3,9%-kal befelelejt, tehát túlemelés átmenet szakaszában vagyunk, a teljes pályafelület egyaránt egyformán 3,9-del lejt, ebben az esetben a külső oldali patka az, ha ezt fölkerekítjük, ugye ez 4%, a 7-hez 3% kell, tehát 3%-kal dől kifele a külső oldali patka, viszont a belső oldali patka még marad 5%. Az átmeneti végepontban, ahol már 6%-os a túlemelés értéke, a teljes pályafelület 6%-kal lejt, ugye nem teszünk be egy töréspontot, hanem törés nélkül vezetjük tovább a patkát, tehát ugyanúgy 6%-os lesz a patkavonal is. Jó, a beadandó a keresztszelvények jelenlegi készültségével a most bemutatott rajz, tehát a bevágási rézsünk még nincs lemetszve a telefonnallal, de az összes szerkesztés már meg kell, hogy legyen, illetve az előző videóban bemutatott helyszínrajzi készültséggel kell a helyszínrajzot megküldeni. Ezzel a keresztszelvények szerkesztését bemutató videót.